A folytatásban pedig látogassunk el a Vikás Sándor Zeneiskolába. Tamás Attila igazgató a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk, és gratulálok, hiszen nagyon szép eredményeket értetek el a közelmúltban, több hangszeres versenyen is. Na, mesélj egy picit. Igen, hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Hát mindig sűrű az tanév, ugye egy tanéven belül kicsit elszórva vannak, de ez a tavaszi időpont azért egy kicsit terhelt a versenyek szinterén. Azt tudom mondani, hogy majdnem, hogy mindegyik tanszakunk utazott vagy utazik valamelyik nap. Ami már eddig volt, ami talán a legnagyobb sikerünk most az elmúlt időszakban, az országos gitárversenyen voltak növendékeink, ez a 16. országos gitárverseny volt Vácon, és ott két növendékünk is szerepelt, László Bence Benyámin és Dorka Ábel, és ezek közül Dorka Ábel a saját korcsoportjában első helyezést ért el, sőt még megnyerte a Ötvös Zenei Alapítvány külön díját is, az ő felkészítő tanáruk Cakó Erika. Úgyhogy talán ez a mindig az oktatási hivatal által rendezett versenyek az, ami a zeneiskola számára a legreprezentatívabb, és az, hogy ezeken részt veszünk, és mindig ilyen nyertesen jövünk haza, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép minőségi mutató, és ennek nagyon tudunk örülni. Tehát nem csak országos versenyek vannak, hanem voltak helyi versenyek is, volt a Vécsei Vásárhelyi népdaléneklési verseny, volt a 11. országos Jenei Zoltán fuvolverseny válogatója, volt a Nemzetközi Zongora Fesztivál Törökszentmiklóson, és az oktatási hivatal által szervezett Tiszán innen Dunántúl névdalénekési versenyen is voltunk, és mindenhol helyezést értünk el, vagy legalábbis olyan minősítést, amit büszkén teszünk ki a hirdetőfalra. Fontosak ezek a visszajelzések? Nem csak a növendékeknek, hanem nektek is, hogy megfelelő képzés folyik? Hát egyrészt úgy gondolom, hogy az iskolának vannak minőségi mutatói, ami az egyik az, hogy milyen versenyekre jutunk be, mert azért a versenyeknek általában vannak válogatói, ahova be kell jutni magára az országos megmérettetésre. A másik az, hogy nagyon fontos, hogy reprezentáljuk magunkat minden tanszakon, és ez nem csak az országos versenyekre vonatkozik, hanem akár a helyi kisebb versenyekre, vagy akár egy társintézményben szervezett versenyre. Ez jó a kollégának, hiszen ez egy nagyon jó tanulság az, hogy meghallgatja, hogy az ott jelenlévő gyerekek hogyan játszanak, mit játszanak, milyen szintű anyagokat. A gyerekek pedig beülnek és megismerkednek egymással. Lehet, hogy mondjuk 10 év múlva ugyanúgy egy verseny vagy tanárként fognak találkozni. Úgyhogy már egy ilyen szakmai pályafutásnak az építkezése is elkezdődik a gyerekek számára is. Úgyhogy egyrészt minőségi mutató, a másik azt gondolom, hogy egy szakmai fórumban részt venni és mindegyik ilyen versenyen, ha más nem résztvevőként ott lenni és képviselni az iskolát, ez egy nagyon fontos dolog. Sokat lehet tanulni is egy-egy ilyen versenyen, azt gondolom. Már hogyha így visszagondolok az elmúlt időszakra, vagy évekre, akkor mondjuk a fúvós hangszerek, vagy akár a gitár tekintetében jól látok, mindig volt azért általában döntős. Igen, hát a gitártanszakon ugye Cakó Erika tanárnő azért egy fantasztikus kolléginánk, aki szerintem nincs olyan verseny, ahol elindulnának, és ő nem hozná el az első ilyet, vagy a legjobbak közül. De hát ez nem csak őre vonatkozik, hanem bárki, aki elindul és elmegy, szerintem mindenki úgy érkezik haza, hogy megelégedettséggel. Nem feltétlenül helyezést kell elérni, vagy nem feltétlenül haza kell hozni valamilyen nagy díjat, mert az, hogy valaki a saját tudás alapján már alkalmas arra, hogy egy intézményt képviseljen, vagy egy hangszert képviseljen és bemutasson, az szerintem nem csak a tanárnak, hanem magának a diákoknak, meg a szülőknek is egy nagy öröm. Vannak olyan versenyek, ahova a szülő is elkíséri a növendékeket, és akkor kvázi egy ilyen családi kirándulással van egybe kötve egy szakmai program. És úgy gondolom, hogy ez a továbbiakban is mindig egy kellemes élmény marad. Amikor Boros Misi például legutóbb járt nálunk a zongora versenyen, ugye ő megnyerte kiskorában az első korcsoportban, amikor még ilyen 150 centis kisfiú volt, és még azóta is emlékszik rá, hogy milyen volt egy ilyen versenyen részt venni, vagy hogy kikkel találkozott. Szerintem a gyerekeknek a nagy többsége élete végéig hordozza azokat a kellemes élményeket, amik egy ilyen versennyel vagy egy ilyen találkozóval összeköttetésben vannak. Vannak viszont olyan rendezvények, ahol nem kell utaznotok, például a Bach Fesztivál egy ilyen volt. Kedden milyen volt? Hogy sikerült. Igen, hát nagyon örülök neki, hogy ez egy országos kezdeményezés, a Bach Fesztivál. Azt, hogy a Bachnak a muzsikáját egy picit népszerűsítsük, hogy bemutassuk, hogy minél többször vagy több helyen hallják. És erre indult egy országos kezdeményezés, és hát nem, hogy Nyíregyházán, a megyében egyedül mi vagyunk, mint zeneiskola, akik minden évben részt vesznek ezen a rendezvényen. Volt, amikor online történt ennek a koncertnek a nyilvánossága a Covid idején, volt, amikor a zeneiskolában volt koncert,
koncert, volt, amikor külső helyszínre mentünk, és egy templomban tartottunk koncertet. Most ezen a héten vendégeket fogadtunk, hiszen a Debreceni Egyetem hallgatói közül jöttek el vendégszereplőként, és akkor a saját növendékeink plusz a Debreceni Egyetem hallgatói egy közös koncertet adtak. És ezzel még nem érnek véget a programok. Jövő hétre is tartogattok? Igen, hát nagyon sűrű a program most a tavasszal, tehát a következő hét a 25-26-27-e, még a tavaszi szünet előtti három nap egy fantasztikus lehetőség, hiszen a Hangszert a kézben, ez egy szintén egy országos kezdeményezés. A célja az, hogy minél közelebb vigye a gyerekeket a hangszerekhez, és itt nem csak klasszikus zenéről van szó, ez nagyon fontos, hanem a könnyű zenei hangszereket, a népzenei hangszereket, és természetesen a klasszikus zenei hangszereket mutatják be egy kiállítás keretén belül. Ám ez nem egy olyan kiállítás, ami statikus lenne, hiszen a nagytermünket átrendezzük egy olyan bemutatótérré, ahol ezeket a hangszereket meg lehet fogdosni, meg lehet simogatni, ki lehet próbálni, be lehet kapcsolni, és emellett interaktív előadások folynak. Közel 1000 fő jelentkezett már csoportosan iskolákból és óvodákból, akik jönnek hozzánk. Ez úgy néz ki, hogy bejönnek, egy órát eltöltenek egy interaktív foglalkozáson, két részre osztjuk őket, addig az egyik része ezen a foglalkozáson van, a másik pedig ismerkedik és próbálgatja a hangszereket a nagyterembe. Aztán jön egy csere. Uh-huh. Ezek azért tervezett időintervallumban történnek, de bárki, akinek kedve van, vagy csak arra jár, vagy most meghallja ezt a lehetőséget, akkor ha bejön hozzánk, akkor 8:30-tól este 6 óráig a nagyteremben bárkit nagy szeretettel várunk, és reméljük, hogy azok, akik ide jönnek, és még eddig nem zenéltek, vagy esetleg nem volt lehetőség az, hogy kipróbáljanak valamilyen hangszert, hiszen mindenféle hangszerhez hozzájutni, esetleg egy hangszerpoltban lehet. Azért itt egy olyan széles skála lesz, hogy aki még eddig nem zenélt, szerintem még az is megtalálja magának azt, amihez kedve van. Volt szerencsém már egy ilyen részt venni annak idején is. Emlékszem, a fiúk közül nagyon sokan mentek a dobhoz, a gitárhoz, különböző hangszerekhez, és így, ahogy mondod, hogy egy interaktív tulajdonképpen az egész. Ez most már évek óta hagyomány. Nem is maradt el? Tehát Nyíregyházán folyamatosan megrendezitek? Tehát mindig partner Nyíregyháza? Hát ez egy országos szervezés, és ugye nekik megvan az, hogy egyében hány helyszínre tudnak eljutni, ezért nem minden évben jönnek Nyíregyházára. Nekem az nagyon nagy öröm, hogy a zeneiskola egy olyan infrastruktúrával rendelkezik, ahol megfelelőnek találták azt, hogy akár helyileg, akár az ottani szakemberek, vagy a mi gárdánk, az tudja őket segíteni olyan szinten, hogy a helyszín egy tökéletes helyszín legyen ennek. Úgyhogy most 2 évvel ezelőtt volt, most megint ebbe az évben van, és legközelebb is remélem, hogy a zeneiskolát fogják választani az országos körútnak. Mikor lesz ez pontosan, mikor mehetnek hozzátok? 25-én, 26-án és 27-én, hétfőket szerda reggel 8:30-tól este 6 óráig. Kell-e bejelentkezni esetleg csoportoknak, vagy érdemes-e? Hát a csoportoknak azért érdemes bejelentkezni, és a honlapunkon, vagy az én social media felületeken meg lehet találni az lehetőségünket, mert akkor nekik tudjuk szervezni szervezetten azt, hogy az a csoport kifejezetten kap egy előadást, és akkor őket azért kísérgetjük. Ha valaki bejön érdeklődőként, akkor viszont önállóan van, nem kell bejelentkezni, hanem bejön, szétnéz, és ha éppen indul egy interaktív foglalkozás, akkor arra ő be tud ülni, de hát ezeken az előbb említett internetes helyeken azért meg lehet találni, hogy milyen előadások lesznek, hiszen nem csak egyfajta lesz, hanem itt a könnyűzenei bemutatókon keresztül annyira színes program van, hogy tényleg érdemes elolvasni, hogy milyen lehetőségek vannak, mert minden nap, mind a három nap legalább 5-6 ilyen foglalkozás lesz. És szerintem, hogyha bárki elolvassa, akkor biztos lesz egy olyan, amire azt fogja, hogy ez engem nagyon érdekel. Uh-huh. És hát bízunk benne, hogy nagyon sokan utána a Vikárt választják, akár, hogy szeretnének valamilyen hangszeren megtanulni játszani. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, gratulálunk még egyszer, és hát sok sikert kívánunk majd a jövő héthez is.